Egy évtizednyi barátságot szeretnének együtt megünnepelni, mondta Tamás Zoltán, a 10 éves hoteligazgatója. Az egrieken kívül határon túli magyarokkal ünnepeltek együtt. Nagyon sok közös olyan akciónk van, amivel székely gyerekeket tudunk például Magyarországra utaztatni, vagy Egri-Eger környéki gyerekeket tudtunk Székelyföldre utaztatni. Próbáljuk megismertetni velük is, illetve közvetíteni azt az értékrendet, ami talán nálunk már kicsit feledésbe merült, de én úgy gondolom, hogy nem veszett el. A kápolnában új szobrokat avattak. Dr. Boncz László, a járási hivatal vezetője, azt mondta róluk: tiszták, hősök, szentek, magyarok. Szent Erzsébet, Szent Hedvig, Mindszent József hercegprímás és Márton Áron püspök kapott szobrot a kápolnában. A 4 különböző életút egy irányba mutat, az önzetlen szeretet irányába, mondta a hivatalvezető. Lármafákat ünnepelnek, amelyek világítanak, mutatják az utat, mutatják, hogy mit kell a magyaroknak tenniük, mondta Vitéz Blás Sándor atya. Lármafa az életét a szegényeknek adó Szent Erzsébet, a Lengyelországban világító Szent Hedvig, Mindszenti József, akit 39 napon keresztül kínoztak, hogy tegye félre a hitét, és a madarasi Hargitán álló lármafának nevezte Márton Áront, aki azt sugallja, ne adjuk fel. Azt sugallja számukra és minden egyes erdélyi magyar számára, hogy nem adjuk fel. A vajdasági Bácskosút falva vezetője, Fazekas Róbert bejelentette, haranglábat hoztak ajándékba, szimbólumnak szánták. A harang délben a Nándorfehérvári diadal emlékére szól, akkor magyarok és szerbek együtt harcoltak a török ellen. Szerinte ma a feladat a magyarság védelme Európában. A haranglábat és a szobrokat megáldották a 10 éves évfordulóra, az oklandiak egy székelykaput hoztak. Okland polgármestere azt mondta, ez a székelyek identitást megőrző szimbóluma. Szeretném megköszönni azt a munkát, amit vállalkozásának sikeréért, Egerért és nemzeti közösségünkért, a Kárpát-medencében és a világon élő magyarságért nagy odaadással és önzetlenül elvégzett. Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő az országgyűlés elnökének levelét olvasta föl, azt is mondta, lenni kell olyan ügyeknek, amelyekben nincs vita. Ilyen az is, hogy a határon túli magyarok részei a nemzetnek. Másnap állampolgári esküt tettek a Hargita megyéből érkezettek. Míg a 49-es alkotmányban csak semmire nem kötelező mondatok szólnak a határon túli magyarokról, a 2010-es alaptörvényben már arról van szó, Magyarország felelősséget visel a határon túli magyar közösségekért, mondta dr. Boncz László, a járási hivatal vezetője. Amit erőszakkal vesznek el, lesz majd lehetőség visszaszerezni, idézett Deáktól Ilkei Árpád unitárius tiszteletes. Azt mondta, annyi mindent elvettek, elhazudtak már tőlük, de soha semmiről nem mondtak le. Megpróbálták elvenni a nyelvüket, történelmüket. A 23 oklandi közül 20-an tettek esküt. Cseke Miklós okland polgármestere azt mondta, 2004-ben megélték a második Trianont. Arról is beszélt, ne a papír legyen, ami összeköti őket a nemzettel. Köszönöm a magyar kormánynak, hogy ilyen lehetőség, hogy végre megkaphassuk azt, amit nagyapáinktól elvettek, hogy végre magyarok vagyunk. Most úgy érzi, ez számukra elégtétel, visszakapták azt, amit őseiktől elvettek.